Sziasztok! Hát megint bejöttünk így csónakból úszózni. Vasárnap délután van. Hát tegnap kimentünk a folyóra, csináltam is egy videót, de az égvilágon semmit nem fogtunk. Három koppintásom volt, semmi több. Hát még most is rosszul kezdtük, mert bejöttünk, mind a két botot leakasztottam mindjárt az első dobásra. Úgyhogy oda kellett menni, ahol horgászok, azt ki kellett akasztani, mert hát sajnos nem hoztam be tartalékszereléket. Viszont erre is megvan a taktikám. Mindig úgy etetek be, hogy oda megyek csónakkal, és akkor szórom be a kukoricát. És ilyenkor, mikor leakadok, akkor is oda megyek a csónakkal, kiakasztom a tuskóból, és mindjárt etetek. Tehát a halak azt hiszik, hogy csak etetés van, nem zörgés vagy akármi. Sőt, lehet, hogy csalogató számukra ez a zörgés, mert tudják, hogy akkor etetés van. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy így szoktassa a halakat. Hát aztán majd lássuk, most volt egy gyönyörű szép kapás. Körülbelül 5 perce horgászunk. Teljesen kiemelte, úgyhogy nem ijedtek el a halak szerencsére. Sikerült őket visszacsalogatni. Hát a folyó az pedig tragédia szerintem. Pontyot, busát fognak, rengeteget, de rabóhalat egyszerűen nem lehet fogni. Legalábbis én nem tudok. De nem is nagyon hallottam. Áll a víz. Csúnyának mondjuk nem csúnya, szerencsére nem ilyen algás, hanem olyan végül is normális. Kicsit tört a vize, de nem azért, hogy árad szerintem, hanem nem tudom miért. Lehet, hogy a sok motorcsónaktól. Úgyhogy már úgy döntöttünk, hogy itt maradunk helybe. Felesleges rohangászni, mikor itt több a kapás, mint ott. Meg hát itt se csúnya. Egy kicsit már kezdi behúzni az algát ide a végébe a szél. Úgyhogy valamennyi alga van már vizen. Hát ez még talán nem olyan vészes. Tegnap elég jó hűvös volt, meg az éjszakák is hűvösek, úgyhogy a víz az nem tud már úgy fölmelegedni, mint ezelőtt 2 hete. Fülöttem. Hát nem túl meleg, nem pont jó. Ezelőtt 2 hete szinte kellemetlenül meleg volt. Emelgeti az úszókat, de nem. Hát semmi normális rablás nincs a folyón. Évekkel ezelőtt part mellett akkora rablások voltak, hogy az ember csak kapkodta a fejét. Most meg ilyen 30-40 dekás balin gyerekek rohangásznak ész nélkül. Én más normális rablást nem láttam. Pontyot azt fogják, mert az több horgásszal is beszéltem. Etetik a helyet, akkor jön a ponty, meg a keszeg is. Busák is jönnek, mert a búhar az nagyon gyenge. Harcsát se hallottam, hogy fognak. Kagyló se döglik már, tehát én nem láttam egyet se. Megkapásom van.
napig óvatos kapás volt. Eléggé látok a kapások, csak éppen húzgálja. Most emeli. Ott az úszónál följött egy szép buborék, az lehet, hogy pontdúrás. Ilyen apró pezsgés, pörsenések, azok compú. Kárász, hogyha egy nagy buborék és több kicsi, az pedig ponty. Keszegeknél meg egy-két kis, hoppá, ezt be kellett volna vágni. Eltoltam. Szépen emelte. Ugrált kicsit az úszó. Akasztottuk, és nem kicsi. Ajaj, és a tuskó felemegy. Nem bírom tartani. Jaj. Belement a gajak közé, és olyan óvatosan kapott, hogy hihetetlen. És leszokott. Ó, a francba. Hát olyan kis óvatos kapás volt, egy centit emelt. Ajajajajajajajajaj. Hát itt a 30-as zsinór, az gyengusz. Hát remélem, hogy megvan a horog már, ha nincs, akkor mehetünk is ki. Azt hittem megbírom tartani. Hát a horog az nincs meg, leszakította sajnos. Úgyhogy jó rakott. Szép kapás volt. Akkor ezt már be se dobjuk. Hát innét nehéz kiszedni a halat, amióta bedőlt ez a fa. Szinte lehetetlen. Szép kapás volt, és nem kicsi volt. Látszott a örvényen, ahogy megy. Ez olyan 3-4 kiló minimum. De lehet, hogy még nagyobb. Hát közöm nem volt hozzá, az biztos. 30-as zsinóra. Lehet, hogy megpróbálok fonozsinóra, főszerelek egy botot fonozsinóra. Bár abban nem szeretek forgászni, mert ez kiszakítsa a halnak a száját. Hát sajnálom, nem lett meg. Szép kis akció lett volna. Majdnem kihúzta a csónakkarót. Hát nem gatyázott.
Hát úgy látszik, nem jöttek el a halak attól még, hogy oda mentünk a úszót kiakasztani. Nem jöttek el. Nagyon jó ez a csend. Most már mindenki abba hagyta a fűnyírást, hazament legtöbb ember. Újra csend van a holtágon, nagyon jó. Hétvége ez, nem az igazi. Biztos végighúzta valami kagylós gajon vagy valamin, azért elvágta a zsinort. Amúgy nagyon szép a holtág, ott van egy kis folt ilyen alga, pont ott előttünk. Gyönyörű szép. Hát, ha egy kis szél volna, akkor kivinni a partra az algát. A hullámzás az kiszokta partszélire verni ezt az ő dolgát. Az a legjobb nagy szél. Tudjuk, azt mondja, megint eltúltuk ezt. Bogyó, fejezd abba! Bogyó, fejezd abba! Nem szabad. Jó, mit fogtunk? Ugyan, ne ugráljál, nem szabad. Miközben elvitte az úszomat, jaj, de bomba vagyok. Ó, ezt nagyon eltoltam. Néztem, hogy kije van kapcsolva a telefonon a csengőhang. Közben az úszót már vitte a világba, ahol
Közben rájöttem, hogy így fektetve dobok, ilyen kecsesen, mint a profik, mint ezek a japán casting horgászok. Két gyönyörű kapásom volt most hirtelen, de egyik se akadt, még a súlyát se éreztem. Úgyhogy bármi lehet. Egy kicsit közelebb vagyunk az úszóhoz, ami nem biztos, hogy jó. Mert bogyók, amikor bevadul, akkor elég nagy ramazulit csinál itt a csónakba. Kiskuma megéri a pénzit nagyon. Hát füllet meleg van, úgyhogy lehet, hogy lesz valami kisebb zápor is. Nem biztos, hogy itt, de valahol lesz. Közben volt érdeklődésem a csónakmotorra, hát bízok benne, hogy sikerül eladni. És akkor tudok venni egy GoPro kamerát. Kapásomban megint szépen lehúzta. Hát biztos nem törpeharcsom az elvinni. Tulajdonképpen kevés törpeharcsát fogtam mostanában. Annak ellenére, hogy ilyen rajokba úsznak. Bár lehet az is, hogy kemény kukoricával horgászok. Ilyen savanyított kemény kukoricával. Szórakoznak itt velem, akkor az egyikre kapol a másikra, amikor kézbe fogom, akkor a másikat húzza. Rafináltak ezek a halak. Megvan. Egy centis emelésre vágtam be. És elment. És elment. Ó, bakker. Elment. Egy centit emelt. Pedig jókor akasztottam. Úgy, ez jó volt. Bár nem lehetett nagy. Megint ilyen kecsesen dobtam be, mint a profi japán horgászok. Bogyó azt mondja, megint elbaszta a halat. Hát nem igaz. Gyanús nekem, hogy ez ilyen kis amúl lehetett. Mert egy az, hogy nagyon megindult, meg olyan érdekesen a víztetein. Ez feltehetőleg amúr koma volt. Hát nézd meg, csak a csónak alá megy. Rafinált hal. Bogyó.
Hát ezt megfőzzük hónap Olászlinek. Ilyen gyönyörű szép. Bogyó. Hát tetszik. Beírjuk a fogási naplóba. De megemelte az úszót, azt a... és nem bírtam bevágni neki. Elbambultam. Megemelte és úgy félkörbe megindult vele, de elengedte. Hát én is bámészkodok, itt nézem a tuskóba, hogy mekkora dúrás volt. Rafináltak ezek a halak. Gondolkoztunk, hogy a folyóra kimegyünk, hogy így beborult az idő. De ott olyan gyenge eredmény szokott lenni, hogy hát mondjuk ott is fogtam keszeget, meg pontyot is. De hát ez csak közelebb van, meg lusták is vagyunk, igaz, Bogyó? Teli a hasunk. Akkor nem szeretünk mászkálni. Hoppá, kapás van megint. Gyönyörűen emeltem, meg is van. És nem is kicsi. Vagy nem olyan nagy, csak vad. Mi ez? Ponty, kis ponty. Bogyó, ne ugrálj! Bogyó! Bogyó! Nyugi! Gyönyörű, szép kis ponty. Hát Bogyó az csinál itt nekünk ramazújt. Ilyen szép kis pontyocska. Hogy olyan, nem leszünk így jóba. Szégyeld magad. Hát a kukorica az rajta is maradt. Jaj. Ezt majdnem rossz helyre dobtuk. Ott van egy gaj keresztbe. Hát lett akció is. Hát gondolom az előbbi is ilyesmi forma lehetett, mert nagyon hirtelen megindult. Bogyó, ezt fejezd abba nekem. Kint fogsz maradni és vigyázol a házra. Igen. Igen, fogsz vigyázni a házra. Ne hidd el, Egél. Házra fogsz vigyázni. Te leszel házőrző kutya, nem horgász kutya leszel. Aki így viselkedik, az házőrző. Jön majd a puszit akarok adni, hogy bocsáss meg. És akkor el van intézve. Kapás van. Kapás van. De nem húzta le annyira, hogy bevágjak. Elvitt a zsinort a szél. Kis harcsa ott cuppant a fa alatt. Nem véletlen. Általában, ahol lerakják az ikrát a harcsák, és kikelnek a halivadékok. Én úgy tapasztaltam, hogy olyan kilós nagyságig szeretnek ott maradni a környéken. Gondolom, ezt más is tapasztalta. Meg a harcsák is olyanok, mint a törpék, hogy
rajba úsznak, ilyen egyivásúak jönnek, aztán egyre kevesebben, végén nem marad csak egy-két nagy. Hú, de szépen kiemelte azt, de eltúltam. A másik a cibája, közben ezt meg megindult vele, azt emelte ki. Másodjára tudom el erre az úszóra. Nem tudom, mi lehet, olyan szép lassan emelte. Nem hirtelen, hanem olyan igazi pontyosan. Hát igen, először a kamerát nyomtam, utána akartam bevágni, de hát ez fordítva kéne. Először bevágni, aztán nyomni a kamerát. Hát este eddig már fél hét is elmúlt. Lassan ránk esteledik, azóta szakítás óta kapásunk nem volt, de legalább nem kell sötétbe halat pucolni. Úgyhogy nézzük az előnyös oldalát. Hát egy bottal harcolunk, mert a másik bot az annak annyi. Kimegyek akkor, föl kell szerelnem újra. Meg pár méter zsinort le is szedek róla, mert végighúzta a tuskón, tehát szerintem megsérült a zsinór. Olyankor jobb egy pár métert leszedni. Itt meg odébb állok, hallgassák, a kör közepében állok, úgyhogy Pataki Attila, meg az ufók. Igaz, bugyó? Elvitték az ufók. De visszahozták. Ez a lényeg. Hát bánom, hogy nem hoztam be egy pergetőt, mert elég sok balni rablás van. Holnap lehet, hogy behozunk egy pergetőt is. Gyuka meg itt van, már nagyon unja. De a szúnyogok legalább békén hagynak minket, mert megy a füstölő. Úgyhogy el is köszönök én. Görbüljön mindenkinek. Sziasztok!